Hello, sziasztok! Üdv a csütörtöki hack harmadik részében. A mai nap a WordPress védelmi modulok top 5 parasztvakítását szeretném egy kicsit megmutatni nektek. Csapjunk is bele! Gyakorlatilag bármilyen free biztonsági bővítményt felteszem, tudja, hogy fogsz találkozni ezeknek az opcióknak egy bizonyos halmazával. Nézzük! Induljunk hátulról. 5. helyezett. A vírus ellenőrzés. Könyörgöm. Tök jó feature lenne, át lehet nézni az egész oldalt, hogy van-e benne vírusos file. Egy hatalmas probléma van vele. Mégpedig az, hogy ezek a bővítmények általában nem nézik át az egész oldalt. Megnézik a WP content mappát, a WP includes-ot, és egy csomó olyan helyet nem néznek meg, ahol egyébként a vírus lehet és befészkelheti magát. Úgyhogy ezek túl sokat nem érnek. Saját oldalon próbáltam ki egy pár ilyen bővítményt, felraktam direkt vírusos fájlokat, preparált fájlokat, amiket gyűjtöttem, és egyszerűen nem találták meg, hogyha nem olyan helyre raktam, ahol egyébként keresik őket. Úgyhogy ez sajnos parasztvakítás. 4. helyezett. Megmondom őszintén, az az egyik kedvencem, amikor azt állítja magáról egy bővítmény, hogy ő majd eldugja a WordPress-t. Úgy, hogy az anyja se ismerne rá. Neked nem WordPress-ed van. Nem ezeket a droidokat keresed. Hát van egy nagy probléma ezzel. A WordPress-t nem tudod elrejteni. Van egy olyan technika, úgy hívják, hogy fingerprinting. Elkezdett az oldalt bombázni mindenféle kérésekkel. És abból, hogy ezekre a kérésekről milyen választ ad, abból tök jó ki lehet deríteni, hogy egy oldal az WordPress, vagy nem, illetve azon belül, hogy milyen verziószámú. Ezt nagy biztonsággal meg lehet állapítani. Ezt csinálja például a WP Scan is, ami a Kali Linuxnak is a része. Sokan azt gondolják, hogy ha elrejtik azt, hogy WordPress, akkor azt elérik vele, hogy a Google-ben majd nem lehet mindenféle trükkös módon rákeresni, hogy ő WordPress, ezért majd békén hagyják a támadók. Oké, lehet, hogy egy pár támadást így kiszűrsz, de azt kell mondjam, hogy sima egyedi szájtoknál is rengetegszer látok olyat a naplóállományokban, hogy tipikus WordPress-es hívásokkal próbálkoznak. Úgyhogy el kell mondanunk azt, hogy a WordPress kártevők nem nagyon foglalkoznak a Google találati listájával, egyszerűen mennek, és amit lehet, azt támadnak. Pláne gondolj bele, hogyha egy bővítmény sebezhetőségét akarja kihasználni egy malware, akkor az amúgy is megnézi, ha megnézi, hogy van-e ott ilyen bővítmény, akkor már egy lépés az, hogy fingerprinting-en megnézze azt, hogy az WordPress vagy nem. De mondom, ezzel egyszerűen nem foglalkoznak, minél gyorsabban, minél több oldalt meg kell fertőzni, ez a cél. A weboldalak kb. 26-27%-a jelenleg WordPress alapú. Gondolj bele, végigmész egy találati listán, 10 oldalból 3 WordPress-es lesz. Egyszerűen megpróbálja ráküldeni a támadást az oldalra, és ha sikerül, sikerül, ha nem, nem. Innentől kezdve tök mindegy, hogy te eldugtod-e a WordPress-edet, vagy nem. 3. helyezett. Nevezd át a WP aláhúzás adatbázis prefixet, azaz az adatbázis táblák. Tipikusan úgy kezdődnek egy default telepítésnél, hogy például WP aláhúzás posts. Nagyon sok bővítmény nyomja azt, hogy ezt át tudod nevezni, definiáld át. Könyörgöm, minek? Hogyha átírnád másra, az maximum arra jó, hogy tök vakon ne lehessen SQL injection támadást intézni, hogyha van egy ilyen sérülékenység. Na de könyörgöm, ha van egy ilyen sérülékenység, akkor egy nyomorult utasítással le tudom kérdezni azt, hogy mi az adatbázis előtagod. MySQL visszaadja, pikpak. Azt mondom, hogy add vissza a táblákat ebből az adatbázisból, és az aláhúzás előtti részt levágom, és megvan a prefix, vagy egyszerűen keresek egy olyat, amire úgy végződik, hogy kövölje a posts, és kész. Tehát ez tök parasztvakítás, teljesen felesleges. Második helyzet a WP admin és WP login átnevezése. Oké. Kezdjük azzal. Vannak olyan bővítmények, amik ugyan átnevezik a WP admin, vagy a WP login PHP, tehát így nem éred el, de hogyha beírod a domain name mögé, hogy per
BP kötője, Registration, vagy PHP, akkor majd vagy tudsz regisztrálni, és onnan megtudod a belépési linket, vagy kiírja, hogy bocs, regisztráció zárva, de úgy itt tudsz belépni. Köszönjük, ezzel nem értünk el túl sokat. Ugyanakkor, amiről sokan elfeledkeznek, a kártevők, azok nem a belépési oldalon próbálnak belépni, hanem ott van rá az XML RPC, ott van rá a REST API, és ott van még rá biztos egy pár olyan rés bővítményekbe, amin keresztül ezt meg lehet tenni. Tehát az, hogy valaki ott próbálkozzon, hát az inkább fehér holló már manapság. Első helyezett. Hát ez hasonló az előzőhöz. Ez kérlek szépen a kapcsa alkalmazása. Na, gondoljuk át, mire is jó a kapcsa? A kapcsa kirak neked egy olyan kis feladványt, amit ember lát, meg tudja fejteni a betűket, a gép viszont nem. Oké, te ember vagy, ott vagy a belépési formon, be tudod pötyögni ezt a pár betűt, meg számot, ami kell. A gép meg nem tudja bepötyögni. Nézzük is. Van az XML RPC, van a REST API. Ezeket miért is találták ki? Azért, hogy a géppel tudjon kommunikálni, szoftver a szoftverrel. Ergo, ott nem jelenhet meg a kapcsa, hiszen akkor borítaná az egészet. És hol is szoktak támadni? Ja igen, az XML RPC meg a REST API-n keresztül, leginkább megbővítményeken keresztül. Kapcsát rakni? Minek? Csak magadat idegesített fölvel, hogy 28-at be kell írni. Úgyhogy ez az én szememben erős mínusz. A végére hagytam egy ilyen plusz egyes kategóriát, ami bizonyos szempontból parasztvakítás, bizonyos szempontból nem az. De én azt látom, hogy ezt nagyon kevesen használják jól, ez pedig az e-mail riasztások küldése. Ha van egy WordFence-ed mondjuk beállítva, és beállítottad, hogy küldjön e-mail riasztásokat, egy rakott levelet fogsz kapni. Kapsz egy riasztást, hű, most megpróbáltak belépni. És mit tudsz tenni? Megpróbáltak. Rendben, elhárítottuk, köszönjük szépen. De ezek az e-mailek elárasztják a postaládat adataikor. Oké, ha van olyan bővítményed, ami küld neked e-maileket, kérlek, hogy itt a videó alatt, akár YouTube-on, akár Facebookon, vagy ahol ezt a videót látod, kommenteld be, kérlek, most tényleg, mert nagyon kíváncsi vagyok rá, kommenteld be, hogy mondjuk az elmúlt egy hónapban hány ilyen levelet kaptál, ami ilyen riasztásról szól, és hogy ennek hány százaléka az, amit tényleg elolvastál. Oké? Várom kommentekben. Köszönöm szépen a figyelmet, ma ezt akartam mondani, ha bármi kérdésetek van, természetesen állok rendelkezésetekre, találkozunk a jövő héten, addig pedig lehet, hogy lesz köztes epizód. Szavaztok!